Az öreg Miguel himbálózó testtel, bicegő térdekkel jártak körül mi asszonyunk oltárát a teokalli tetején. Veterán volt, akit lassan megőrölt Andalúzia, a szandomingói és kubai csetepaték, Tlaxcala falai alól sem szabadult meg emlék nélkül. Jó 50-es volt, és büszkeséggel jött a pokol tornácára, fegyveres kézzel sekrestjésnek. Ma megint ünnepük lehet az ördögöknek, mormolta. Ilyenkor megszólaltak a dobok, kórusokat hallott, amibe sípok és trombiták hangja zsivajlik, aztán csend. Már ismerte azt a döbbenetes csendet, mely az áldozati kés nyisszenését megelőzte, azt a mindennél szörnyűbb üvöltést, melyet kivet magából a hüvelyét elhagyó lélek. Számolta, ma 5 volt, tegnap csak 3. Fal választotta el a kápolnát Huitzilopochtli hajlékától. Moctezuma kelletlen adott kegye volt, az egyetlen, melyet sokáig újból és újból kért tőle Cortés. Most ott állt minden nap temérdek, friss virággal a fehér Mária, annyi vörös és feketébe hajoló ábrázat között fogja gyermekét, mintha minden sikoltásra megremegne, ha áldozathoz készülődnek a heródesek. Az öreg Miguel tudta, hogy minden misiük után megsokszorosodnak az áldozatok. Ilyenkor engesztelik mindenik bálványképet, áldozatok tucatját vonultatják, s lent kiürülnek egy éjszakára a kalickák, a halványarcúak tudják, hogy az út beteljesedett. Ma csend volt a spanyol szállásom. Napok óta ezt a délutánt emlegette a végtelen szóbeszéd. Ha éjszakánként elmentek az őrök a kincsesház előtt, hallották, mint konganak a sziklaüllők, fújtat a láng, serceg a forrásvízbe belecseppenő izzó aranyszava, lecsap a kőkalapács, s fekete indián ötvösök gyúrják, olvasztják, nyomkodják szerszámukkal az istenek sarát. Moctezuma megmondta, hogy Texcoco királyi kincse, melynek befalazott bolthajtása előtt mindig egy-egy tiszt vigyázott, Don Carlos kezébe került, mert ő a távoli úr kívánságai szerint neki adja ősei aranyát. Amikor megbontották a falat, se jöttek a császári aranykovácsok, izgalommal, találgatásokkal lett tele egyszerre a spanyol tábor. Kinek van még a legények közül aranya? Hisz eddig csak félkézre csereberéltek, magukkal hozott vékonyka portékájuk közül, egy kis torokszorítás valahol, egy fülönfüggő Moctezuma filigránjai, melyeket alkalmi szolgálat után adott. De a lányok a városban nem adják ingyen testüket, s Cortés úr úgy rendelte, hogy nem szabad elvenni tőlük ingyen semmit sem. A markotányos nők is megkérik csókjuk árát, ők itt a szolgáló fehér asszonyok, ha valaki betelt már az indián lányok folytó párás szagával. Beatriz asszony megkönyörül, de bontsad meg elébb az iszákod. Amott meg örökösen pereg a kocka. Ledobnak egy dobra köpönyeget. Már veti az ómpohár az ördög játékát. Már keresheted, vajon te neked mennyi marad még? Ha mormogott a tábor, vagy megint Kuba volt a bűvös jelszó, akkor esténként aranypohárral volt tele Cortés iszákja, s itt-ott öntött félmaréknyival a duzzogó katona tenyerébe. De kincsosztás Veracruz óta nem esett, s ott is elvitte a hajó legjavát, hogy gazdagítsa a szűkölködő római felség üresen kongó teceurumát. Most egyszerre felcsapott a láng. Cortés engedett, s vasárnapi mise után dobszóval hirdette, hogy délután mindenki ünneplőben, kitisztálkodva jelenjék meg a hivatalos urak előtt. Lezárták a palota kisebbik udvarát. Körös körül kordont vontak, kíváncsi szem nem hatolhatott be. Hatalmas asztalokon álltak a számadások. Jegyzők és királykincstartók egyeztették az összegeket. Az indiánok nem ismerték a súlyegységet, aranyfogalmaik kimerültek egy lecsiszolt libacsont űrtartalmánál, vagy kakaóbaboknak sorjázásában. A spanyol hajókovácsok fontos vasat kovácsoltak, kisebb súlynak latokat. Ez lett a mérték, és ezt pecsételte le a számadó. Olmedó néhány szót szólt az igazakról, akik keresik a mennyek országát, s akik számára nem bűnös szándékok fertője az arany.
Kihurcolták a Kempoelbéli mesterek a beolvasztott nemesfémeket, lapos, fontos, két fontos rudakba öntötték, valami maradt aranyporban, csak néhány filigránnak kegyelmeztek meg, aranyállatoknak, melyek szépsége elragadta az őrálló és rendelkező kapitányokat. A rudak hatalmas halomban hevertek. Még soha senki közülük nem látott, de nem is láthatott egyszerre ennyi aranyat. Itt volt Moctezuma csodálatos kincse, távoli kacikák ajándékai, kortés csereberéi, alkalmi szerzések, mindaz, amit a spanyol tisztek kimosadtak vagy előbányáztak. Az asztalok tetején osztályozták a drága köveket, smaragdok, kevés gyémánt, zöld kajulli, ezt az itteniek szokása szerint drága kőnek értékelték a spanyolok. Másik asztalon drága kővel kirakott fegyverdarabok, tolkoszorúk, aranykoronák, aranytalpú mokaszinok hevertek, megsokszorozva a mohó szemkáprázatától. A jegyző olvasta. Egy ötöd a császári felségé, másik ötöd a főkapitányé. Don Hernando Cortésnak joga van levonni az elégetett hajókárát, s félretenni azok számára, akik részesedtek tőkéikkel. Háromszoros részt kapnak választási joggal a tisztek, kétszereset a lovasok és muskétások, gondolni kell az elesettek és elhunytak családjára, ezután jönne a kegyes alapítványok része, Olmedo atya járandósága, a költségek, melyek mindeddig terhelték a közösséget, s melyeket Cortés eddig sajátjából előlegezett. Végül Donya Marinának is jusson egy rész, hisz köztudomásúak érdemei. A zsoldosok feketén bólintottak. Mindez ideig azt halljuk, mi nem jut majd ránk. Mondjatok mást, jó urak, vidámabb meséket. A zsoldosok mogorván várták a história végét. Karéjba tömörülve lesték az aranyat. Mindegyike majdnem önfeledten. Senki sem kívánt volna e pillanatban feléje nyúlni, mesebeli hegyek és völgyek, kupacok és vulkánok tornyosultak. Egy lándzsás katona valahonnan a sarokban hosszasan csúnyán káromkodott. Olmedo arra nézett, csak villanó fekete tekintet mered feléje is. Istenek sara! 600 000 aranypezó, mondotta a végső számot a királyi számadó. A jegyzők felálltak, s bizonyították, hogy ennyi, s nem kevesebb mindaz, ami szemük előtt hever. Vajon van-e a pápának ennyi aranya? Mindenki hallgatott. Az új világot feküdt előttük, sápadtan és tehetetlenül, s a zsoldosok mégis egy-egy sipkára valót markolhattak csak, alig többet fejenként 5-600 aranypezónál, fejenként egy-egy drága kő ráadást, drágák voltak a hajók. Az öregebbek dühösen kifakadtak, ennyi, annyi, mint semmi. Vigyétek és tömjétek meg vele, tisztek a pocakotokat! Dögöljetek bele, forduljatok fel! 500 pezó a sebeimért! Kifordult a belem, megégtem a napon, a tüdőm bevérzett a jégfúvó hegyekben, ordasokkal kellett verekednem, réti farkasok környékeztek. Nesze neked 500 aranypezó, dögölj meg, s dugdod, ahonnan érkeztél, beste fajzat! Fekete tűz volt este. Sokan vetették magasba a kockát, ennyi hát az egész, megint kisemmizték a szegényeket, tiszturak tudták, merről fúj a szél. Dobd magasabbra a kockát, elvész, elvész, még megölelem valamelyik festett hajú, fehér testű némbert. Legyen a tied, úgyis megdöglünk holnap. Té Vicente, innen nincs menekvés. Mit mondasz? Dögölj rajta az aranyon, amit elkockáztál tőlem, s holnap elveszített tőled majd más is. Dögölj rajta, itt pusztulsz, nem látod, hogy miért osztotta szét mindezt Cortés? Hogy könnyebben vihessük, ha innen menekülni lehet. Talán valaki majd hírmondó marad. Ki fogja cipelni az ékszeres ládákat, nehéz rudakat, ha csatornákon, gátakon, zsilipeken átpezet az út. Innen pajtás, alig van menekvés. Az én írhám könnyű, a kardom fogam közt, én átúszom, ha kell, patakod, de te rudakkal, csecsebecsével, haszontalansággal megrakodva. Ne félj tőle! Katonasors ez, s talán te is, Vicente barátom, te is örökké akarnál élni. Fekete árnyékként suhant tűztől tűzik Cortés.
felébe hajolt a tüzeknek, s hallgatta a katonákat. Még nem haltunk meg. Vicente, ne félj hát, csak tartsd meg markodban az aranyad, meglátod, Vicente, megfiadzik. Így járt hajnalig Cortés tűzről tűzre, s oltotta a zsarátnokokat.